Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Én Puzsai Robert vagyok, és a stúdióban ezúttal Farkas Attila Márton az, akit köszöntök. Ritka kivételes alkalommal én is megjelentem. Ezúttal Farkas Attila Mártonnal fogjuk megbeszélni mindazokat a filmeket, amelyek a mai penzumot jelentik a következő két óra során. Két különböző top 10-es listával is készültünk, a részletekre van. Úgyhogy ez most a top 10-esek között is egy top adás, mert hogy ugye top 20 lesz, illetve két top 10 lesz elosztva a két órára. A párbajokról fogunk beszélgetni, emlékezetes filmes párbajokról, amelyek megragadtak az emlékezetünkben, mert hogy annyira nagyszerűek ezért vagy azért. Egész különböző okokból. Pontosabban két párbaj fajtáról, mert igen, a párbaj tágabb értelmű, és majd igen, mindjárt beszélünk. Igazából a párbajt azért szeretjük nagyon, mert abban, mint egy kvinteszenciája valósul meg. Egyetlen egy szituációval, egyetlen egy jelenettel sűrűsödik az egész filmnek a cselekménye. A hősök azok kerülgetik egymást, egymás útját szelik keresztbe, és akadályozzák egymás tervét. És a film cselekménye során mindig egy-egy lépéssel közelebb kerülnek egymáshoz, és akkor, amikor eljön a filmnek a csúcspontja, párbaj szinte minden esetben a filmnek a végén van, akkor ott állnak egymással szembe, és az egész film abba az egy jelenetbe, abba az egy szituációba, abba a néhány mozdulatba sűrűsödik össze. Az egész sorsukért kell. Az a kulmináció. Igen. Ott aztán kiderül, hogy mit tanultál az alatt a hosszú és mozgalmas élet alatt, mivé tudod egyesíteni, mivé tudod sűríteni azt a gyűlöletet, azt a bosszúvágyat, azt a rengetegféle tanulságot, amit az életed során. Hát vagy pusztán csak szakmai jártasságot, mert vannak olyan filmpárbajok. Mennyire vagy felkészült? Na jó, de a szakmai jártasságot is miért szerzed meg? Mi motivál téged, hogy amikor eljön a végzetes pillanat, akkor oda tudjad tenni magadat, és meg tudja dölni a rohadékot? Hát vagy a pénz. Vagy meg tudjad menteni a saját életedet akár. Vagy a pénz, na. Hát vagy a pénz, na, bocs. Hát ne, mi is másoljuk el azért ezt a lényeges motivációt. Jelentőségét ennek. Szóval, van egy csomó olyan film, ahol a párbaj az döntő jelentőséget kap, és van egy csomó olyan film, ahol a párbaj az mint egy mellesleg történik meg, de nagyon-nagyon erős jelenet, és ilyenből is, meg olyanból is lesz ezen a listán jó pár. A párbaj az egy nagyon-nagyon férfias műfaj. Ez kétségtelen. Nem tudom, hogy a hallgatók ismerik-e Joseph Conradnak a regényét, aminek az a cím, hogy a párbaj, és a napóleoni háborúk idején játszódik, és tulajdonképpen egy valami kis semmiségért, amit sértésnek vesz föl az egyik huszártiszt, francia huszártiszt, kihívja a másikat párbajra, és tulajdonképpen tizenvalahány évet tölt el a főhős rettegésbe a párbaj, tehát hogy meg fog halni a párbajban. Aztán mindegy, a végét nem árulom el, filmet is csináltak belőle, tehát valamennyire ide is illik ebben a műsorban. Na az viszont nagyon-nagyon lerántja a leplet a párbaj, úgymond férfiasságáról, tehát az igazából egy ilyen párbaj ellenes film. Egyébként egy nagyon-nagyon jó kis, még azt is mondhatnám, hogy ilyen filozófikus, ilyen egzisztencialista filmnek lehetne nevezni. Na mindegy, de visszatérve azért a témánkra, mi most, mint mondtam az előbb, csak a Robi nem avatta be egyelőre meg a hallgatókat, bizonyos típusú párbajokról beszélünk, illetve műfaját tekintve pisztolypárbajról és kardpárbajról, tehát két nagy klasszikus, tehát ezek a bizonyos lövős, nem mondom ki, mert ORTT van, lövős, izélős, kardozós filmeknek a párbaj témái. De azért ezen kívül azért, Robi, említsük meg, vannak más párbajok is azért, amik a filmben, a filmművészetben bizony, hogy is mondjam, megjelennek. Gondoljunk magára a Párbaj című filmre, ami szintén egy párbaj. És ott egy autókkal, egy kamionnal és egy autóval párbajoznak. Tehát ott a fegyverek, a Spielbergnek a talán az egyetlen jó filmjéről van szó. Tehát egyetlen igazán jó és mély filmjéről. Hát az egy nagyszerű film. És az aztán párbaj. Tehát az mindent elmond a párbajról. De vannak olyan szellemi párbajok is, mint például a volt egyszer egy Amerikában, ahol
párbaj az egy mentális síkon zajlik le. De ugyan, ha a végére gondolsz, tehát amikor a régi barát, a Nudli az... Nudli és Max újra találkoznak. Igazából az szerintem morális párbaj. Uh-huh. Tehát nem is annyira szellemi, hát nem intellektuális, hanem egy morális. Uh-huh. Szóval... meg aztán ne felejtsük el az ökölpárba intézményét, amelyre nem fogunk kitérni a... Pedig azok is jók szoktak lenni. Arról is majd egészen biztosan vagy fogunk készíteni egy top 10-es listát. A Késpárbaj, aminek ugye a nagy klasszikus a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök című filmben van, amit aztán később átvettek az öregek, a Burt Lancaster és a Kirk Douglas játssza a főszerepet, nem tudom, két vén muksó kijön a börtönből, és akkor ezt a párbajt átvették. De ahol a Paul Newman verekszik? Nem, ott ugye az történik, hogy késpárbaj, legyen késpárbaj. Beszéljük meg a szabályokat, a zseniális és közelebb jelent. Megy a muksóhoz, a kétszer nagyon bizony késes muksóhoz közel, és az, hogy a késpárbajnak, és közben a Paul Newman tökörrúg, és befejezi a mondatot, nincsenek szabályai. Igen, hát az egy zseniális jelenet. Hát ez egy olyan jelenet, hogy amikor néztem azt a filmet, azt a jelenetet négyszer kellett újra megnéznem, tehát újra visszapörgettem, megint megnéztem, és újra, és tudod, amikor annyira nagyszerű egy jelenet, hogy négyszer-ötször meg kell nézned, ahhoz, hogy föl tud dolgozni, annyira jó, és akkor tudod nézni tovább a filmet. Megvan, kemény fickók, ez a két öreg muksorról, átvették ezt a poént, de hát mondjuk rosszabb, mint a Butch Cassidy-ben. Szóval következzék, először is a kartpárbaj tematikával indítunk, következzék az a 10 kartpárbaj, amely mi szerintünk a legjelentősebb a film történetében. A toplistánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A Herceg mennyasszonya című filmből. Például a Szellemi párbaj, amelyben ki kell deríteni, hogy melyik a méreg pohár a kettő közül, és a Szellemi párbajnak nagyon banális megoldása van, és igazán inkorrekt módon végződik, de hát a Szellemi párbaj az már csak ilyen, ott is minden játszik, minden trükk játszik. Az csak amiatt is érdemes megnézni. De vannak benne nagyon-nagyon jelentős és erőteljes kartpárbajok is, amikor a hősünk, aki a Inigo Montoya, mert több hősünk is van, nem ő a főhős, hanem ő egy kisebb hős, ő hát így igazából csak bal kézzel vív, mert jobb kézzel túl hamar és túl sportszerűtlenül ölne meg azonnal mindenkit, hánynak a kardélre, mert ő annyira tud vívni. Egyébként maga a Herceg mennyasszony ez egy olyan film, ahol aki erős, az annyira erős, aki okos, az annyira okos, aki jól vív, az meg annyira jól vív, hogy az már elképzelhetetlen, hogy az már fokozhatatlan. Tehát minden a végtelenségig el van túlozva. De ez ironikus. Hát abszolút, ez a film ez egy kis csoda. A Herceg megy azt, hogy ez egy kis csoda. Aki gonosz, az annyira gonosz, hogy már tiszteled. De hogy karikírozottak a... Végtelenül. Abszolút, igen. Tehát, legközelebb egyébként a Monty Pythonhoz van, de attól is sokban különbözik. Tehát annyira saját világa van, nem is hasonlítható igazából egyetlen egyéb filmhez sem a Herceg mennyasszonya. Amint elkezdett komolyan venni, rögtön hülyét csinál belőled, amint elkezdesz így szórakozni rajta, mint a Monty Pythont látnál, akkor az valami nagyon drámai szál bejön a képbe, és hirtelen elfogódsz. Szóval, hogy... Hát nézőszivató film magyarán. Igen, nagyon-nagyon jó film, és hát a nagyon jelentős, a nagyon-nagyon erős és a nagyon kemény párbaj a filmnek a végén, amikor Inigo Montoya, az ő megtalálja végre az apjának a gyilkosát, és amikor az csak agyon akarná őt szúrni, már kapott egy sebet, és az agyon akarná őt szúrni, akkor elhangzanak a emblematikus mondatok, miszerint az én nevem Inigo Montoya, megölted az apámat, készülj a halálra, és újra, meg újra, meg újra elmondja, és az Isten tudja, hogy honnan tér vissza az életbe, hogy a bosszú vágya az egyszerűen nagyobb benne, mint az a halálos seb, az a halálosnak látszó seb, mint amit kapott igazából ebben a vonatkozásban is a mesének a toposzait karikírozza és feszíti az elviselhetetlenségig a forgatókönyvíró, aki a William Goldman, nagyon-nagyon nagyszerű szerzőről beszélünk, a saját regényéből készítette a forgatókönyvet a film számára, és érdemes megemlíteni, hogy a zene az a Mark Knopflernek a szerzeménye. A 9. helyezett mai listánkon semmi egyéb, mint a gyaloggalop.
Na, és itt azért ki is bukik, hogy mi azért nem csak klasszikus kartpárbajokat. Hát ez aztán annál klasszikusabb kartpárbaj. Levágja kezét, Artúr lábát. Artúr király a fekete lovag ellen. Annál van a klasszikusabb kartpárbaj a film történetében. Amikor az összes végtagját lecsonkolja, és a nyomorult egy törzs, az azt kiabálja, hogy menekül a gyáva! Meg azt, hogy egyezünk időntetlenbe. Hát igen, igen. Ja, Istenem. Az a állj félre, bátor ellenlábasom. Ez a gyereké, az elkezdi fejelgetni őt, meg rugdosni az egyetlen lábával, ami még mozog. Hát igen. Jó, hát az is egy akkora pillanat, ami nagy, aki látta annak a számára hát egész mélyen bevésült. Ez abszolút. Filmtörténeti. Egyébként valahol hogy is mondjam, 70-es években nagy divat volt, és itt nem csak a Monty Pythont kell megemlíteni, ezek az ilyen történelmi vígjátékok, tehát ilyen középkorban játszó, de volt egy nagyon-nagyon kiváló Vittorio Gassman film, tehát ő volt a főszereplő, a Brancaleone Armádiája. Ott pedig úgy párbajoznak, hogy azt hiszem a bizánci herceggel, hogy közben kivágnak egy fát. Mert hogy egy fa körül mozognak körbe-körbe, és mindig a fába csapnak bele a karddal, és kivágják szépen a nagy töltyfát. Mai listánk 8. helyének birtokosa Julien de Szemprő párbaja a herceggel a Fekete Tulipán című filmből. A valaha készült legjobb történelmi kalandfilm a Fekete Tulipán, de ehhez kétség sem férhet. Hogyha valakinek van ellenvetése ezzel a kijelentéssel szemben, akkor az a 0629986986-os SMS számunkon megteheti ezt. Nem tudom elképzelni, hogy komoly képpel valaki azt tudja mondani, hogy létezik jobb történelmi kalandfilm, mint a Fekete Tulipán, mert annál szerintem nincs. Szevasztok, írja a kedves hallgató. Gondoltatok már rá, hogy csinálni kellene gangsterfilmekből egy top 10-es listát? Írja Ati. Nem csak, hogy gondoltunk rá, de az a lista már kész is van, és majd nem is olyan sokára ismertetni is fogjuk veletek. Így van. Na, azért vissza még a történelmi kalandfilmhez. Tehát egyébként jó pofa a Fekete Tulipán, meg minden, de hát azért a franciák egy időben nagyon sok történelmi kalandfilmet csináltak. A Lagardère lovak történetét, azt vagy ötféle verzióba földolgozták. Aztán ott van a három testőr, aminek azt hiszem az a sztória az, amiből a legtöbbször már a 20-as években, azt hiszem 1927-ben már volt egy francia-néma film, és rengeteg, és tele vannak párbajjal. Tehát miben más a Fekete Tulipán párbaja, mint mondjuk a három testőrben bármelyik ilyen jobb párbaj? Tehát például, amikor a bíboros embereit az elején ugye elverik. De az nem párbaj. Az egy ilyen tömegverekedés, vagy tömegharc, tömeges harc. Ja, igazad van. Az nem párbaj. Igazad. Jó, a párbaj az egyben zajlik. Jó, hát akkor valamikor a növervágással leteríti a... Itt is van egy spéci vágás. A Lagardère például. A Fekete Tulipánban is van egy nagyon spéci vágás. A Fekete Tulipán, én egyrészt azért szeretem, mert a Fekete Tulipán az romantizálja a forradalmat, és például a Huhogók című filmmel, ami deheroizálja a forradalmat. Egyébként ez nem egy rossz film. Nem rossz film egyébként, az sem. A Philippe Noiré. Igen. Nagyon jó film. Minden esetre a Fekete Tulipánnak annak minden jelenete zseniális. Tehát a Fekete Tulipán az a film, amit én... Ha nem láttam 15-ször, akkor egyszer sem. Minden alkalommal újként hat, és akkora élmény, és ugye Alain Delon kettő szerepben van ebben a filmben, és mind a kettőt milyen kiválóan hozza a romlott, megcsömörlött, megkeseredett, rablóvá züllött Guillaume, és a naív, és idealista forradalmár kölyök Julien szerepé. Mind a kettő szerepben annyira erős, hogy egyikben jobb, mint a másik. Az Alain Delon is a legjobbját nyújtja, minden jelent, maga a forgatókönyv annyira mesteri, ahogyan meg van írva. De az minden ízében, minden elemében tökéletes az a film. Az, ahogyan a rendőrfőnöknek a filmnek a legeslegvégéig nem áll össze, hogy a vágás hogy kerül oda az arcára, hogy kerül le a vágás az arcára. De ott a vágásom, rajta van a vágásom. És amikor mondja erre a Guillaume, hogy ostoba is köp egyet. Ilyen hatalmas. Jó, az, és maga ez a párbaj, ahol Julien de Szemprő, az öcs, és a herceg párbajoznak, igazából meg akarja ölni a herceget, de ezerféle módját dolgozza ki annak, hogy megölje a herceget, de valamiért mindig megkegyelmez neki. Valamiért mindig aztán a legvégén elvégzi a munkát, de például ebben a jelenetben, ahol gyakorlatilag szerelmes leveleket ír és küld a hercegnek a szeretőjének a nevében,
és így csalja be a vörös szalomba a herceget, ahol aztán inflagranti rajta kapja a herceget a szeretőjével, és hirtelen provokálhat egy leszámolást valami becsületbeli ügyre hivatkozva. Az egész annyira mondva csinált, és annyira légből kapott, és annyira mesteri, és utána szana széjjel törik, össze-vissza törik a vörös szalont, és széjjel verik a kínai vázákat, meg minden. Nekem az a jelenet, az a filmes kartpárbajoknak az egyik legnagyobb darabja. Most azon gondolkodom, és egyébként meg is kérném a kedves hallgatókat, hogy írjanak SMS-eket olyan kartpárbajokról, mert azt hiszem ez egy toposz azért a kalandfilmekben, ahol úgy vívnak, hogy összetörnek közben mindent. Van pár. Uh-huh. Kezdesz elhűlni, Robi? Bocs, de úgy tűnik, ez a film egy igazi bárgyú ostobaság, és tucatjával vannak sokkal jobb történelmi kalandfilmek. Vagy most viccelsz? Remélem. Írja a kedves hallgató, aki egyetlen történelmi kalandfilmet sem említett. Errol Flynn féle Robin Hood és Kartus. A Kartus az nagyon jó. Az a Belmondo. Én a Belmondo féle Kartus láttam, borzasztó. Nem, borzasztó film. Jó. Borzasztó gyenge. Borzasztó gyenge. Vicces. A válás története az, egy válás története az még jobb. Az még jobb a forradalom alatt játszódik. Remek kalandfilm. Én ezeket a kalandfilmeket mindig csak a Fekete Tulipánnak a viszonylatában tudom nézni, és soha nem állják. Tényleg van benned, Robi, egy ilyen, mondjuk nem használnak ilyen erős szavakat, mint a kedves hallgató, de van benned egy ilyen nagyon naív gyermeki lélek, ami még... Ez szörnyű, ez kikéne írtanom magamból tűzzel vassal. 11 éves korodban megrekedtél bizonyos filmeknél egyébként. Maga a történelmi kalandfilm, az körülbelül ennek a... Tehát, jó, mondjam, de hát azért hogy lehet ilyet mondani, hogy minden idők legjobb történelmi kalandfilm? De hát szerintem aztán most mit csináljak, ha nem láttam jobbat? Ugyan már. Mert mindig szükség van erre az értelmiségi fanyalgásra. Hogy az egy túl szórakoztató film ahhoz. Túlságosan színvonalas. Te vagy ez a pólusa ennek a műsornak. De írjatok már olyan filmeket, amelyek jobbak, hogyha szabad kérnem. Én egyébként nagyon szerettem gyerekkoromban. Sziasztok, Zorro, írja Vera. Na, egyébként a Zorro... Szerintem gyenge, a Dölon féle Zorro. Hát van a Dölon féle Zorro, akkor van a Banderas féle Zorro, abból kettő is van, van a klasszikus Zorro, a filmsorozat, ugye a 60-as évekbeli, milyen Zorro van még? Van még más Zorro is. Hát meg van a Disney sorozat Zorro. Nem erre gondoltam. Vörös Pimpernel, kérdezi Kolos. De ott van pár baj? Szerintem van. Kéne, hogy legyen elvileg. Az nem rossz példa, a Vörös Pimpernel az jó film. Az jó film. A Haj meg máskorban igencsak szétverik a kastély berendezéseit. Aha. Igen, de az valahogy mégsem férkőzött fel a listánkra. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Hát Indiana Jones az elveszett Fridláda fosztogatóiban. Na, hát ez legalább annyira rendhagyó kartpárbaj, mint a pontosabban kard és pisztoly párbajnak. Igen, egy furcsa vegyülőke. Kartpárbajnak indul, így van. Ezt a gyaloggalophoz hasonlíthatnám. Igen. Indi ellenállhatatlan találékonysággal oldja meg a helyzetet. Igazából nem ér rá ő most erre a dologra. Benne lenne, hogyha nem lenne más dolga, de nagyon siet abban a szituációban. Mindenki ismeri a sztorit, nyilván ott elkezd hadonászni a... És nagyon félelmet. Az egész jelenet rendezésileg úgy van megcsinálva, hogy na most hogy vágja ki magát az indi... És senkinek nem jut eszébe, hogy... Fog egy stukert, és szimplán lelövi. Annyira lazán. Jó, az brilliás. Hagyj mondjak egy analógiát a történelemből, ami nekem ugyanilyen vicces volt. A kínai boxerlázadás idején a követségi negyedet magyar huszárok védték, mert ott volt a monarchiának is a követsége, és jöttek ezek a nagy, kemény, ilyen kungfu harcosok, és hát ugye a magyar paraszt gyerekek nem tudták, hogy ezek micsoda mágikus erővel bírnak, meg minden, és szimplán leverték őket. Vakapuara, gyertem kézzel, hogy na, össed a csikaszát, és akkor a tiszi, hogy a jó magyar kardokkal az összes kungfuzót. Szellemi pár baj, halállista. Igen, a halállista az valóban ilyen. Már ajánlják is nekünk az Indiana Jones és az arab vívó ellenpisztollyal. Igen, hát az felejthetetlen. Aztán írja nekünk
A kedves hallgató Zsófi és anyukája egyaránt imádják a fekete tulipánt, nagyon helyes, és kérdezik, hogy a Ben Hur kocsi jelenete nem párbaj-e. De, abszolút, csak hát ugye nem nem pisztoly és nem kardpárbaj, de a teljesen párbaj. Azon a listán találná magát, ahol a Spielbergnek a párbaj című film. Abszolút, így van. Legjobb párbaj a Kelly hőseiben a tankos jelenet, igen, ahol a Donald Sutherland, a Clint Eastwood, már a Telly Savalas, a német tankkal szemben, a tigris tankkal szemben. És ott is félelmetes a tigris. Igen, és akkor aztán kinyílik a teteje. És akkor bármelyik pillanatban legjobb puskázhatná őket. Az egy olyan párbaj, ami végül elmarad. Talán ezért sincs a listán. Erre az SMS számra érkeztek a következő üzenetek. Ugye nem hagytátok ki a listából a... Nem hagytuk ki a listából. Miért is mondanánk, hogy mit? Hiszen úgy is következik majd. Sziasztok, a Sandokán történelmi kalandfilm. Imádtam 8 évesen. Smiley, igen, nekem. De a sorozat volt. Az egy sorozat volt, egy tévésorozat. Attila, neked nincs olyan film, ami a gyerekkor miatt emlékezetes, és felnőtt fejjel is jó marad? Biztos van. Abszolút. Mondom, én szerettem a Fekete tulipánt, én nem azon vitatkoztam a Puzsérral, hogy ez egy rossz film, hanem hogy csináltak más jó filmet is. Hát ott van a Púpos, meg egyáltalán ott vannak a Jean-Marie filmek, hát ez is a gyerekkoromhoz kötődik. Egyébként nemrég néztem meg a Egy óra múlva itt vagyok egész sorozatát az interneten. Hármas párbaj, igen, az is lesz itt minden. Döntsön a Kard című film végén a párbaj, kérdezi a kedves hallgató, nem láttam a filmet. Döntsön a Kard. Ú, de ismerős a című. Akármilyen szentségtörés, hogy nem európai, hanem egy szemét amerikai film, de szerintem a legjobb kardpárbaj a Chris O'Donnell-es három testőrben van, az elején a fogadóban, de az egész filmben nagyon jól vívnak, de a Puposban is nagyon jó a Jean-Marie féle klasszikus lépcsős vívás, amely úgy kezdődik, hogy a Pupos meghalt, Lagarder él. És ledobja a pupját, Jean-Marie. Igen. Ez az egyik legfontosabb és értékesebb emberi tulajdonság. A jó film pedig legbelsőbb gyermeki énünkre is hat. Robinak ez az egyik varázsa, nem mesterként, írja a kedves hallgató. Tessék, vissza lettem igazolva. Na, most megkaptad. Megvan a holdudvarod, hát, hogy bármit mondasz, tetszik. Csodálatos hallgatók. 0629986986 az SMS számunk. Írjatok nekünk még sok ilyet. Szóval, hogy ez egy lista. Az a lista, amely a 10 számunkra legemlékezetesebb kardpárbajt tartalmazza, amely listán a 10. az Inigo Montoya bosszúja a hercegmenyasszonyából, a 9. az Artúr király és a fekete lovag bosszúja párbaja a gyaloggalopban, aztán a fekete tulipánból Julien de Szemprő és a herceg párbaja a 8., a 7. pedig az elveszett Fridláda fosztogatóiban, ahol a arab kardforgató és Indiana Jones hát sajátos párbaja zajlik. A toplista mai 6. helyezettje Luke Skywalker végső párbaja az apjával a Jedi Visszatér című filmnek a végén. Hát aztán ez a jelenet, a Luke Skywalker és a Darth Vadernek ez a végső jelenet, ez az, ami én azt gondolom, hogy a legerősebb párbaj jelenet mint közül, mert itt érzékeljük azt, hogy a fiatal Jedi az már elérte azt a tudást, elérte azt a szintet, vagy hát az erőnek az erőbirtoklásának, az erőkezelésének azt a képességét, amellyel már az apja fölé tud emelkedni. Igen, ez az a pillanat, és akkor hát ennek a jelenetnek a végén igazából nem tud lezajlani végig a párbaj, vagy nem tud bevégződni a párbaj kettőjük között, mert az uralkodó az közbelép. Megpróbálja elpusztítani a fiatal Jedit. Pofonok földjét ki ne hagyjuk. A pofonok földje az brilliáns, csak az nem ezen a listán lesz rajta, a top 10 ököl párbaj listán lesz rajta. De ezt már mondtuk. Erre a mai adásban nem fogunk tudni sort keríteni, de mindenféleképpen tervezzük, tehát a top 10 ököl párbaj az legalább olyan fontos, és hát legalább olyan emlékezetes 10 filmet enged számunkra felidézni, mint akár a kardpárbaj, akár a pisztolypárbaj, amelyel a mai adásban foglalkozunk. Ha már az egy óra múlva itt vagyok, akkor a tavasz 17 pillanata. Igaza van, de jó, mondjuk az egy óra múlva itt vagyok, az, az
az gagyi, a tavasz 17 pillanatában megvannak még az orosz művészfilm sajátosságai, de hát ez már elvezet minket. A szellemi párban egyébként ott is van, amikor a Stirlitz az öreg gestapós főnökkel kvázi párbajozik, hogy hogy járjon át az eszén, de hát az más. Christian Bale az Equilibriumban, ugye a Christian Bale a granatompapot játssza az Equilibriumban, olyan nagyon sajátos harcművészet tartozik a fegyverek, a lőfegyverek kezeléséhez. Már-már hihetetlen az, ami abban a filmben, abban a jelenetben zajlik, az ilyen látványpornográfia már-már, tehát ez már a vizuális erőszaknak olyan orgiája az, ami abban a jelenetben zajlik, de a film belső logikáját tekintve hihető, mert hogy itt azok a granatompapok azok, akik abszolút érzelemmentesek, és teljesen le van folytva minden érzés bennük, és ugye pont az érzelemvilágunk az, ami megzavar minket a tökéletes cselekvésben. Ha teljesen hidegek és racionálisak vagyunk, akkor minden mozdulatunk tökéletes lesz. Na de ettől nem párbaj a párbaj. Omnipotensek leszünk. Hát a párbajban tulajdonképpen a 11-es rugások a futballban nagyon-nagyon hasonló. Itt az idegrendszerek azok, amik vívnak egymással. Tehát egy nyugodt, normális alaphelyzetben a százszoros teljesítményre vagy képes, mint egy ilyen kiélezett helyzetben, amikor párbajozol. Amikor párbajozol, nem arról szól egy ilyen szituáció, hogy mennyire jól forgatod a kardot, vagy mennyire gyorsan rántod elő a fegyvert, hanem hogy hogyan vagy képes kezelni a stresszt. Erről szól is egyedül erről. Tehát ha valaki 30%-on tud pörögni, a valós teljesítményének a 30%-át le tudja adni egy párbajban, az valószínűleg győz. Ilyen a párbaj. Csak azokat az üzeneteket olvasom fel, amelyek nem a listákon, a következőkben előforduló filmekre vonatkoznak, hiszen azokról úgy is lesz majd szó. A Párbaj Hősök című filmet láttátok? Kérdezi a kedves hallgató. 1977-es filmről van szó. Harvey Keitel egy eszelős, megszállott, bajkeverő párbajozót játszik, állati jól, kötelező. Ez is egy ajánlás a számotokra, kedves hallgatók. Továbbra is írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. A Rómeó és Júlia című filmből Mercúcio és Tibált párbaja. Na, tehát itt a Cefirelli féle Rómeó és Júliáról van szó, mert ugye Rómeó és Júliát azt rengetegszer megfilmesítették. De olyan jól, ahogy a Cefirelli úgy nem filmesítették. Úgy nem, pedig nagy gics király. Hát miért van már Rómeó és Júliát, hogyan filmesítsen meg? Világos, de nem, azért tényleg a Cefirelli az nem a rendezők csúcsa, viszont itt azért tényleg a maga a Mercuciónak a figurája, és egy nagyon-nagyon jó karakter. Kiváló színész játsza. Nagyon jó karakter, nagyon jó ki van találva, és a párbaj, tehát hogy végén megátkozza a két családot. Ott szóval a lépcsőn, ahol haldoklik, és akkor a mindkét családra átkot mond, tehát a saját családjára is. Mert az a egy... barátai, hát úgy a családja, hát hogy a family... Ő ahhoz a klánhoz tartozik. Hát igen. És hát annak hihetetlen ereje van. És maga a Mercúcio, tulajdonképpen az egész Rómeó és Júliában az egyetlen igazán jól megírt karakter az a Mercúcio. De hát erre céloztam a Cefirelli kapcsán, de itt valahogy tényleg vaktyúk is talál. Vannak itt mentális párbajok, nem is egy. Szellemi párbaj a Kapjál, ha tudsz című filmben a Tom Hanksnek és a Leonardo DiCaprio-nak a párbaja. Igen, ez egy szintén a Spielbergnek a filmje, és egy nagyon jó kis film. Tényleg valóban. Kis film. Így van, vissza is vonom, hogy a Spielberg az csak egy jó filmet csinált. Ez nagyon jó film. Ez egy jó film. Aztán másik mentális párbaj az a Frost Nixon című filmben a Richard Nixon és a David Frost nevű riporternek ez a megtörtént interjú sorozat, amelyben hát Nixon már addig is egy szégyenfolt volt az amerikai történelemnek alapjain, ugye? Nem is egy jogból, de hát ott került végleg a büntetőzónába. Nixon az interjú sorozat de során. De mi ebbe a párbaj jelleg? Hát ha láttad a filmet, tudod. Láttad a filmet? Nem. Nixont? Hát hát egy ilyen nagyon kvalifikálatlan, nagyon felkészületlen bulvár sutyó ez a David Frost, ilyen Friderikus-szerű figura, aki megpróbálja megjátszani a mértékadó újságírót, szintén mint a Friderikus. És hát nagyon sokáig úgy tűnik, hogy... Ha jó, be fog téged perelni. Hogy? De most miért? Most nem lehet véleményem, vagy mi van? De lehet. Na. És ez a David Frost aztán egy bizonyos ponton, amikor már Nixon háromszor lemosta, három egymást követő alkalommal, akkor fogja magát, és iszonyatosan rákészül az utolsóra, és az utolsóban olyan dolgokat mondat ki Nixonnal, amik, hát, hogy kimondja, azonnal megbánja, kiderül Nixonról, hogy mégiscsak ember, de ennek a nyomán viszont meg hát így leírja magát végre. Világos. És párbaj jellege van az egésznek. Határozottan párbaj jellege van az egésznek.
Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Na hát ez a végső és hatalmas és grandiózus párbaj a Rob Roy című filmben. Nagyon jó egyébként, amikor megfogja a Rob Roy a kardot. Hát az hatalmas. Amikor Robert McGregor megfogja az Archibald Cunninghamnek a kardját a végén, ugye Liam Neeson elvágja és Tim Roth. Elvágja hát a kezét. Hát nem, meg le akarja szúrni, és ő a fizikai erejével, mert technikailag nem ér föl az Archibaldnak a... Aki egy ilyen ficsúr világfi, és hát jó, de hogy vív? Egész Európát bejárta. A másik az meg egy ilyen... Hát egy ilyen paraszt. Tenyeres talpas paraszt. Így van, egy parasztember. Egyébként nem egy jó film. Nem egy jó film. De a szökés, ahogyan megszökik, az zseniális. Tehát amikor a hídról úgy veti le magát, a saját békjóját az Archibaldnak a torkára ráhurkolja, és úgy veti le és magát. És le kell vágni őt, tehát a fogvatartóinak kell elvágni az ő kötelékeit, hogy tehát azok szabadítják ki, hogy ne folytsa meg Archibaldot. Az egy nagyon erős szökés jelenet, az hatalmas. Az egyik legjobb szökés jelenet, amit valaha láttam filmen. Na, szerintem három jó jelenet van egyébként ebben a filmben. Ez az egyik, a párbaj a másik, és amikor, hát ez olyan lifestyle, amikor a tehéntrágyát, vagy bocsánat, a lótrágyát így kvázi így megkóstolja, megszagolja, és akkor, hogy milyen messze lehetnek az emberek, tehát és amikor annak a lovasok. Annak az oszlóállatnak a dögébe bújik bele. Hát, az szerintem már túlzás. Nem, kemény. Olyan nem hiszem, hogy nem egy, na mindegy. Valahogy mégse egy jó sikerült film, pedig egyébként jó téma. Én a Liam Neeson-t nagyon szeretem. Én is nagyon szeretem. A Tim Roth-ot is nagyon-nagyon szeretem, és a Tim Roth nagyon jó ebben az intrikus szerepben, ebben a mocskos állat szerepben. Hát egy ilyen undorító, kiégett, megcsömörlött, romlott. Igen. Kétféle viszonyulás az élethez egyébként ebben a filmben Archibald Cunningham és Robert McGregornak az attitűdje. Ahogyan például a nőjéhez hozzááll a kettő. Aha. Milyen módon. Hát ugye egy gyönyörű állócsillaga ennek a filmnek a Jessica Lang, aki Mérit a Robert McGregornak a feleségét játszott. Ez mindig egy élmény, amikor Jessica Langot láthatom a színen. És hát mondom, ez a jelenet a végén, ez a kardpárbaj a végén, ez borzasztó emlékezetes, amikor már teljesen egyértelműnek tűnik, hogy a hatalmas gigászi technikai fölényben lévő Archibald Cunningham az agyon fogja szúrni a Robert McGregort, és akkor a McGregor megfogja a kardot. Egy sajátos fordulat. Minden ösztönöd ellentmond, hogy egy pengét megfogj, és fizikai erőddel tarts vissza, és amíg ezt teszi, egy közönséges, igazán parasztos vágással széjjel vágja nyaktól egészen mellközépig. Azzal a fizikai erővel, amivel a földet szántod, azzal a fizikai erővel vágja ketté Archibaldot. Az egy nagyon erős pillanat. Az jól meg lett csinálva. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Hát igen, ez a Kill Bill című filmből millióan és egyen kértétek az SMS falon ezt a számon jelenetet. Kértek. Igen. Ugye a mennyasszonynak és a Yakuza nőnek a halálos nagy párbaja abban a japán kertben, ahol hull a hó, és a vívás, amely a skalpolással végződik. Hát a fejtetőt le. Igen, hát az egy... Lesuhintja. De annyira gyönyörű az, tehát az igazán klasszikus az. És bocsánatot kért tőle a Yakuza. Az de gyönyörű pillanat, amikor bocsánatot kért tőle, hogy kigúnyolta. Mert hogy igazi harcos. Igen, megadja a rangját az életnek meg a halálnak a Tarantino ezekben a filmekben. Akármennyire is ironikus, meg humoros, meg groteszk, meg nem is veszi magát komolyan, de a drámai pillanatokhoz, a drámai szituációkhoz van. Hagyfanyalogjak, azért ritka gagyi ez a Kill Bill. A legrosszabb Tarantino film. Én nagyon kedvelem. Szóval ez a feminista izé, hogy a szupernők összecsapása, és akkor ott mit tudom én, 40 jakuzát az a jelenet, gyilkol, az gagyi. Na, azt én se szeretem, azt és, a jelenetet. És levágja a kezüket. 40-et, vagy 140-et, vagy mennyit. Szóval, azt én sem bírom. Nekem a Kill Bill 1-ből egy dolog tetszett, a manga. Szóval a rajzfilm. Igen, de a második fele a sztorinak, majd hívjuk úgy, hogy a második rész, bár tudjuk, hogy erről nincs, hogy második rész, az szerintem sokkal erősebb lett. A kínai szál sokkal erősebb. Na, ott is van pár baj.
Ott is van párbaj. Ott is van párbaj, ami a lakókocsiban zajlik. Így van. Az de kemény, az is nagyon kemény. Az az igazság, hogy az egyik az esztétikailag, a másik az meg... Meg, hogy is mondjam, amikor a csávó lelövi a csajt. Michael Madsen? Így van. És én győztem egy bunkó, egy puskával. Sós puskával megy be a ninja nő. Ugyanaz a poém, mint a Indiana Jones-ba. Az arab kardművész és az Indiana Jones párbaj. Az ugyanaz a poén lett áttéve. Igen, és a sós puskával. A sós puskával. Bunkó redneck stílusú sutyó, aki három napja nem mosott lábat, de legyőzi a szuperhőst. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Hát igen, ez a Tigris és Sárkány című filmből a nagyon-nagyon emlékezetes párbaj a két nő között, amely szintén olyan mélyen vésődött be bárkinek a tudatába, aki látta valaha a Tigris és Sárkányt, hogy azonnan kitörölhetetlen, ez egészen biztos. Hát itt Jen és Sulien párbaja zajlik, két nőé, akik egyaránt mesterei annak a bizonyos Wudan stílusú kung fu-nak. Ami nem létezik, ugyebár? Ami létezik egyébként. Létezik a Kínában. Az az érdekes, hogy ennek még csak nem is zen buddhizmus az alapja, hanem taoizmus. Tehát tudom, beszéltünk erről a filmről korábban, de hát ez inkább egy kitalált maga a történet az a legendary past világába kalauzol minket, tehát ez egy olyan világ, ami talán sosem létezett, sőt nyilván nem. Az emberben mítikus még, múlt. A mítikus múlt, amely az emberben még burjánzottak azok legendary a képességek, past, amelyeket... Micsoda sznobizmus. Csak neked, kedvesem. A hős sokkal jobb volt, például a piros jelenet. Remélem a veszedelmes viszonyok az első. A veszedelmes viszonyokban az egy nagyon erős pillanat a végén. De nem a párbajtól. Nem a párbajtól erős. Igen, azért nem. Én gondoltam... A Vicomte de Valmontnak a drámájától erős, nem a párbajtól. Ahogy a Densonét, vagyis fordítva, az hát igen. Szóval itt a Sulien, a Jennel vív, és igazából Sulien minden körülmények között győzne, de a zöld végzet, a kard, az Jennek a kezében van, és nem tudja. Tehát ezért nem bír el vele. És aztán... Tehát nem tudják legyőzni egymást, tehát ott tökéletesen kiegyenlítődik köztük a küzdelem, és ahogyan a zöld végzet egymás után teszi tönkre az összes fegyvert, amit csak Sulien a kezébe vesz, és nem bír el azzal. Mert a zöld végzet azért legyőzhetetlen, mert nem csak erős, de rugalmas. Hát az a kard, amit nem lehet eltörni, mert amikor olyan ellenállással találkozik, akkor meghajlik. Uh-huh. És a tanítás el is hangzik a filmben, hogy légy erős és rugalmas. Ez a jó vezetőnek a titka. És ez maga a Tao. Tehát ez maga a Taónak a tanítása. A csúcsok csúcsa. A mai number one. Nem lehet más, mint Achilleus és Hector párbaja a Trója című filmből. Hát igen, Achilleus és Hector párbaja. Azt hiszem, hogy minden párbajok ősképe. Minden párbajok eredete. Hát magában a homéroszi eposzban. De innen, tehát van régebbi, és van eredetibb, és van minden párbajt jobban megalapozó. Nem, ez teljesen oké, teljesen oké. Nem lehet más, függetlenül attól, hogy nekem azért a Brad Pitt Achilleus az... Nekem nem bejön. Most folyamatosan fanyalgok, hát én csak fanyalgok, de nem volt jó. Nekem nagyon tetszett. Nem nekem, jó. Nekem rossz, az a film az annyira tetszett. Rossz, és csúnya szavak is eszembe jutnak, úgyhogy lehet gondolkodni, hogy mit akarnék rá mondani. Ez a párbaj. Az a nagyon nagy benne, hogy az Achilleus itt is győz, természetesen, mint mindig, de itt azért látszik, hogy próbára van téve legalább, mert ami emberileg, ami a homo sapiens sapiensből kihozható, azt a Hector kihozta maximálisan. De mégis csak egy félisten. Egy félisten, arra a szintre Hector nem tud fellépni, de a hogy mondjam, tehát a Hector az a maximális hős, mert erkölcsileg olyan szinten áll, ahová Achilleus soha nem tud feljutni, hiszen Achilleusban nincs egy cseppnyi alázat sem, Hectorban meg van. Jó, a emberileg a legnagyobb, legmagasabb szinten Hector van, Achilleus meg már egy félisteni szinten van, és Achilleus is bölcs a maga módján. Tehát a maga felfúvalkodottságában azért, amikor Priamosnak kiadja Hectornak a holttestét, akkor azért ő bizonyít.
Szóval... Mert megalázkodik. Igen, igen, tehát képes az alázatra. Ez rossz, rossz, hogy megalázkodik, így van, képes se vált az alázatra. Hát igen, ez volt a 10, szerintünk 10 legemlékezetesebb kartpárbaj a film történetében. A listán a 10. az Inigo Montoyának a bosszúja a herceg menyasszonyából, a 9. az az Arthur királynak, meg a fekete lovagnak a felejthetetlen párbaja a gyaloggalopból. A 8. a fekete tulipánból a Julien de Szemprőnek és a hercegnek a párbaja. A 7. az elveszett világ a fosztogatóiban, az ahogyan az arab kartforgatót az Indiana Jones egyetlen pisztolylövéssel leteríti. Aztán a 6. a Jedi visszatérből Luke Skywalkernek a párbaja az apjával Darth Vaderrel. Az 5. a Romeo és Julia című filmből a Mercuciónak és a Tibaldnak a párbaja. Aztán a 4. a Robert McGregor és az Archibald Cunningham párbaja a Rob Roy-ból. A 3. a Kill Bill-ben a menyasszonynak és Oren Ishinek a párbaja. A 2. a Tigris és Sárkányból a Sulien és a Jen. A két nő közötti párba is az 1. Achilleus és Hector a Trója című filmből. Farkas Attila Mártonnal, akinek számos észrevétele van, mielőtt a top 10 tűzpárbaj listáját ismertetnénk. Hát azért volna itt pár dolog, amiről érdemes lenne legalább említés szinten szót ejteni. Például voltak olyan párbajok Japánban, két szamuráj között, hogy gyakorlatilag nem történt semmi, és lezajlott a párbaj. Tehát fölmérték egymást, és egy kvázi, egy ilyen pár másodpercig, vagy akár egy-két percig tartó szellemi, hát nem is tudom minek nevezni, nevezzük párbajnak idézőjelben, és metaforikusan történt, és aztán mind a kettő odébb állt. Azon kívül azt nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy Horthy Miklós ki akarta hívni Masaryk csehszlovák elnököt párbajra. Csak a tanácsadói lebeszélték róla. Egy ilyen tervezet fönnmaradt a Horthy íratai között. Egy sötét posztfeudális világ volt az, ha belegondolsz. Miért? Hát te dicsérted a párbajt, nem? De, nem egy nagyszerű dolog. Hát filmen kiváló. De két király a középkorban mindig is párbajozott. De ez az, hogy a Horthy így gondolt magára. Persze. Népek sorsát így rendezni, ugye? Kaptunk SMS-eket, nem is egyet. És a gladiátor hol van? Reklamálja a kedvesen. Na de ott hol van? A Ridley Scott féle film? Hol van? Hát a végén a császárral párbajozik. Jaj, de ócska. Én utálom, hogy a legnyálasabb jelenet a film történetében, komolyan a végén, amikor ott pajzsra emelik meg. És pocséka maga a film is. Szörnyű. Én is utálom. A Trója egy holdközepes film. Még a párbajjal együtt is írja a kedves hallgató. Egyetértek. Hát mit csináljak, nekem meg annyira bejött. És Errol Flynn a Hét tenger ördögében, kérdezi Fidó. Hát a régi klasszikus 50-es évek. De ott én láttam azt a filmet, de olyan nagyon nagy, hogy is mondjam, párbajra nem emlékszem. Volt benne persze, de olyan kis sematikus párbaj volt az. De felfrissítheti a memóriánkat a kedves hallgató. Sziasztok! Tudom, hogy a közhelynek és gicsnek számít, de nekem nagyon tetszett Mel Gibson és Jason Isaacs párbaja, vagy összecsapása a Hazafi című film végén, írja a kedves hallgató. Az én kedvenc párbajom az Óceánjáró zongoristájából a zongora párbaj. Maximálisan egyetértek. Hát Giuseppe Tornatore-nak a filmje, hát igen. Az Óceánjáró zongorista legendája, zseniális, és a zongora párbaj az a csúcsok csúcsa, az egyik legjobb jelenet valaha, az amit láttam, az a párbaj abból megvan. Aha, persze, hogy nem. Hát az brilliáns. A hős Jet Li-vel, írja nekünk Markus. De melyik ott az a párbaja a Jet Li filmben, amelyik ennyire emlékezetes. Sziasztok, szerintem a Veszedelmes viszonyok is egy párbaj film, és nagyon jó film, írja nekünk Szilvia. Egyébként igaza van, nem a végén a kartpárbaj, a Valmont, Vicomte és a Dansenék között, hanem a Marquis de Merteuil és a Vicomte de Valmont között zajlik végig a szellemi párbaj. Pontosan. És azt a párbajt a Marquis győzi, azt a Marquis nyeri meg, de aztán végül a nagyon-nagyon-nagyon nehezen a Vicomte ezt döntetlenre hozza. De hát a Márkiz viszi be a hihetetlen, kegyetlen vágást. És mégis bukik. Hát a végül mindkettő elbukik. Na, hát döntetlenre hozza a végül. Igen. Hát az olyan, mint amikor királynőt cseréltek, vagy nem tudom. Valami ilyesmi zajlik. A Sólyom asszony a listán van? Kérdezi a hallgató. Hát nincs a listán a Sólyom asszony. Tudom, nem teljesen ide vág, de ott van az utolsó Mohikán végén Magua és Csingacsuk párbaja.
Milyen szívvel emlékszel vissza erre? A filmben? Hát... Én mondjuk a könyvet sokkal jobban szeretem. Ott a sólyomszem lelövi a sziklába kapaszkodó maguát, amikor az Uncast, vagy Uncast megölte szemét módon. Na mindegy, de Csingasguk, hát igen, a film volt, nem, szerintem nincs benne a top 10-ben. Pisztolypárbaj, Wyatt Earp és Doug Holliday a rablók ellen, Kurt Russell és Val Kilmer. Nem tartozik Viszont, legyen. Viszont pisztolypárbaj, na jó, most mindjárt rátérünk a pisztolypárbajra, de most akkor mondhatok olyat, ami nincs benne. Például, ugye közös kedvenc filmünk, ami ritka, a Jesse James meggyilkolása és a gyáva Robert Ford. Hát abban az antipárbaj. Nagyon jó, nagyon zseniális. Tehát amikor kilövik a három méterről nem találja el, mert olyanok azok a fegyverek. Hát belelő a karjába. Na az mindent elmond, hogy milyen volt az az igazi Colt. Milyen. Igen, de létezik olyan párbaj, ami lőpárbaj és saját magad ellen vívod, egy személyes párbaj, egyedül elég vagy hozzá, ezt az orosz rulett. És már is bejön a kiváló film, a Szarvasvadász. Szarvasvadászban, ahol orosz rulett párbajoztatják a hadifoglyokat, a vietnámi hadseregnek. Aztán Dél-Vietnámban, Saigonban, ott pedig ugye a föld alatti kaszinókban. Igen, először a fogolytáborban, ugyan, és aztán később a szórakoztatóipari egységekben, így van, igen. És hát zseniális a Christopher Walken. Igen, mert a Deniro. És meg kell említeni még az amerikai párbajt, ugye, amikor van egy fehér golyó és egy fekete golyó, és akkor hogyha a fekete golyót húzza ki a delikvens a cilinderből, akkor neki főbe kell lőnie magát. Hát ez egy szép dolog. Egy szó mint száz, következik az a 10 tűzpárbaj, amely mi szerintünk a legemlékezetesebb a film történetében. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Rögtön egy Sergio Leone filmmel indítunk, ez még vissza fog térni Sergio Leone, nem árulunk el titkot ezen a listán. Így van. Könnyen össze lehet állítani magát a listát Sergio Leone filmekkel. Ezt akartam mondani, igen, 10-ből 10. Igen, de tehát a Sergio Leone mértéktartóak voltak. Igen, határozottan reprezentáltatja magát ezen a listán. Ez a Maréknyi Dollárért című filmből Joe és Ramon párbaja. Na mi a lényeg ennek a párbajnak? Hát ennek az a lényege, hogy Ramon már a filmnek a derekán megosztja a abbéli vélekedését Joe-val, aki a Clint Eastwood-dal. Ugye Gian Maria Volonté és Clint Eastwood párbaja az, amiről beszélünk, hogy ha pisztoly betegszik puskával, akkor a pisztolynak nincsen esélye, mert a puska az mindig többet ér, mert a puská, csak a puskával a jó, és csak a puskával lehet jól, mert hogy a pisztoly az hát nem megfelelő mértékű kaliber a puskával szemben. És erről, mert a Ramon Rojo teljesen 100%-osan meg van győződve. Hogy a szívére kell célozni, és csak a szívére, és mindig a szívére, és annyira dogmásan hisz ebben, hogy a szívére, hogy amikor már harmadszor találja el Joe-nak a szívét, és Joe harmadszor is föl kell a földről, akkor egyszerűen nem érti, mi van, és negyedszer is a szívét lövi, mert ez az ő egójáról szól, tehát az ő egoizmusáról szól, hogy pedig ott van a feje, bármikor fejbe lőhetné, és le lenne rendezve a téma, az egész Joe téma. De nem tudja, mert annyira dogmásan hisz a saját igazában, nem lehet, de Joe-nak nem lehet igaza, hogy nem jó a szívét lőni, vagy nem, tehát az neki már egy kudarc lenne, hogyha nem a szívére célozna. És erre alapoz Joe. És Joe ezt pontosan tudja, hogy mekkora egója van ennek az embernek. És igazából ez egy szellemi párbaj. Látszólag egy fegyverpárbaj, de valójában nem. Igen. Valójában nem. Igen. Ötletember írja nekünk, akkor már említsük meg a taxiból a taxi a két merci ellenfutamot is. Hát igen, az is megemlítette, az annyira erős. Jaj, az nagyon jó. Na, a taxi első része nagyon jó volt, nem kellett volna folytatni azt se. Nem, annyi mindent nem kellett volna folytatni. Ez persze nem igaz Sergio Leone-nak a dollár trilógiájára, amit érdemes volt folytatni. Az biztos. Eljutni a... És egyébként remek a második is, még egy marék dollárért. De hát a legjobb akkor is a harmadik, a jó, a rossz és a csúfértelen. Hát világos. A 9. helyezett mai listánkon az Összeomlás című filmből William Foster és Martin Prendergast párbaja. Na hát ez egy abszolút maximálisan hatalmas jelenet a filmnek a végén, amikor ugye Michael Douglas és Robert Duvall állnak egymással szemben, igazából mindketten az amerikai álom
Ónai vizén csónakáznak. Nem sikerült a fősodorba küzdeni magukat egyiküknek sem. Két ember, aki olyan mélységesen, mélyen valahol valamiben közös van, nagyon megértik egymást, és nagyon... igazából azt gondolom, hogy a William Fostert ebben a filmben a Martin Prendergast nyomozón kívül senki nem érti igazán. És ő neki kell leszámolni vele, és hát ez a párbaj... Elmondjuk, hogy mi a különlegessége a párbajnak? Hát hogy a fenében nem mondjuk el? Hát muszáj elmondanunk, pedig hát tönkretesszük az élményt. Ha valaki nem látta az Összeomlás című filmet, az most ne füleljen ide. Blöfföl a Michael Douglas. Michael Douglasnál egy vízipisztoly van. Vagy hát William Fosternél egy vízipisztoly van. Tulajdonképpen meg akar halni. Hát nincs hova mennie, végállomás. A hol túlsó oldalán jár. Tudod, erről beszél a feleségének a telefonban. És amikor előveszi azt a fegyvert, és arcon spricceli a Prendergastot, és utána, és ez az utolsó szava, hogy én nyertem volna, és ott belesik a vízbe, de a rothadó, de hal dögök közé, a olajfoltok közé, a múló alatt úszó szemét közé, mint egy hulladék ő maga is. William Foster nem más, mint ennek a társadalomnak a hulladék, aki kihullott a rostának. Szó szerint hulla. Igen, 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 igen. Hú de nagy film. Istenem, de nagy film. Ez az Összeomlás is egy olyan film, amin milyen hatalmas, ami ez a nyugati civilizáció, hogy ilyen éles kritikával képes illetni saját magát. Azt kell, hogy mondjam, ilyenkori. Amikor... De lehet, hogy pont ez a becsapós benne, nem? Hát, ha így csapnak be, ahogyan az Összeomlás című film 1993-ban, akkor csak csapjanak be még sokszor. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Britnek a párbaja a hétmesterlövészből. Na, hát itt kés van pisztoly ellen. Na, hogyha emlékeztek, már hogy ne emlékeznétek, az előző listán, a kartpárbajos listán a 7. helyezettünk volt, az elveszett Fridláda fosztogatóiban Indiana Jones, hogy az arab kartforgatót lelövi. Az egy kartpárbaj volt, amit pisztolyjal döntött el Indi. Ez most egy pisztolypárbaj, amit késsel nyer meg Brit, mert hogy itt is penge a lőfegyver ellen, pont úgy, mint ott. Csak ott a lőfegyver ütötte a pengét. Nagyon drámai, és itt a penge az, amelyik legyőzi a lőfegyvert. Idegesíti a csávót, hogy tulajdonképpen egy névtelen alak, ott a lebzselő... Ilyen nagy pofájú revolver hős. Így van, és idegesíti, hogy milyen gyorsan dobja a kést a James Coburn. Igen, a brit. És addig provokálja, amíg belemennek egy olyan párbajba, amiben Brit demonstrálni tudja azt, hogy ő olyan gyorsan dobja a kést, egy fatönkbe dobja bele közvetlenül ennek a hülye gyereknek a feje mellett. És abból azért értenie kéne, hogy ezt nem kéne tovább húzni ezt a témát. És ez még tovább, még erőszakoskodik, még tovább, aminek aztán az lesz a következménye, hogy kiderül, hogy igen, Brit késsel igen gyorsabb, mint ő pisztolyjal. És milyen nagyszerű halála van. Tehát egyébként nagyon jók ezek a szamuráj. A szamuráj halálok, mert hát ugye ez a hét szamurájnak amerikai paraphrázisa, vagy remake-je, de a britnek a halála. Tehát ahogy a vályog falba beleállítja a kést, és így eldől. Igen, igen. Hát az brilliáns, és utána meg már nem britnek a tetemére megy a kamera, hanem ott marad a késen. A késen, persze. Hát az ilyen lélekhordozó, mágikus tárgy. Igen, 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 igen. Ő az a kés, őt az a kés szimbolizálja. És hogy belefúródik abba a vályogba az a kés, és ott marad, azzal tulajdonképpen bevégezte az útját a kés, ahogyan a brit bevégezte az útját. És ott nyugszik meg. Az egy erős pillanat. A 7. Ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Vasili Zajcev és König őr nagy párbaja az Ellenség a kapuknál című filmből. Akinél fegyver van, az lő. Akinél nincs, az követi. Amikor a puskás lelövik, aki mögötte jön, fölveszi a puskát és lő. Lő! Az NKVD nyerte meg a háborút. Igen. Az egyébként egy nagy, most itt elpoénkodtunk ezen, de szerintem ez egy nagyon-nagyon melbevágó rész. Igen. Tehát, hogy minden harmadik embernek volt puska, vagy minden negyediknek, és akkor ezt a parancsot adták, hogy amikor lelövik a puskást, ő veszi föl, és az összes korszerű fegyvert azt meg arra használták, hogy aki visszafordul, azt agyon lőjék. Tehát azt nem is a németeknek szánták, hanem a saját dezertőreiknek. Hát dezertőr. Szóval most hát... Hogy akarod érted? Az NKVD számára az volt. Elárult a Sztálin elvtársat és a Szovjetuniót. És a pártot. A pártot.
Na hát, itt Vasilij Zajcevnek és König Őrnagynak a párbaja zajlik, na ez egy olyan párbaj, ami hónapokig tart. Egyébként teljesen western jellegű. Igen. Hát eastern, hogy igen. Stílusos legyek. Ez egy nagyon jó, ez egy nagyon jó háborús film. 2001-ben még ilyen jó háborús filmeket tudnak csinálni, mennyire kiváló. És végre egy olyan amerikai háborús film, ami nem a nyugati frontnak az operett hadszínterén zajlik, hanem végre a kőkemény keleti fronton, ahol valójában eldőlt a második világháború. Na hát, ez is egy szellemi párbaj egyébként. Abszolút. Abszolút nem a gyorsaságról szól, és még csak nem is a pontosságról szól, nem is a célzásról szól, hanem... A másik gondolatának és logikájának a kitalálásáról. Ők már túl vannak azon. Már mind a kettő olyan magas szinten áll ebben a mesterlövész szakmában. A bajor arisztokrata és a szibériai ilyen, hát nem paraszt, hanem ez a vadászgyerek. Igazából ennél nagyobb társadalmi szakadék nem is képzelhető el. Írástudatlan szibériai vadászgyerek és egy bajor arisztokrata. Nem, pásztor egyébként. Pásztor. Azért lőtt ő hát a farkasokat. Pásztor gyerek és egy bajor arisztokrata. Hát igen. És hát az annyira izgalmas. Úgyhogy nem történik semmi. Úgyhogy várunk. Úgyhogy lessük őket. Úgyhogy pontosan tudjuk, hogy hol van, de azt is pontosan tudjuk, hogy nem látunk rá. Egyikünk se védhet hibát, és várunk, és olyan feszültség, és olyan dráma, ami ezekben a jelenetekben összpontosulni képes, és hát nem szabad elhallgatni, hogy itt a Jude Law-nak és az Ed Harrisnek a párbajáról beszélünk, az Ed Harris kiváló a König Őrnagynak a nagyon, szerepében. Nagyon. És a Jude Law-t is szeretjük. Már az Ed Harris. Igen, és a Joseph Fiennes-t is szeretjük a zsidó származású Danilov komisszárnak a szerepében. Mindent, valahogy a Rachel Weisz is jó, ez egyszerűen jó, ez így jó. Teljesen oké, bár mondjuk a végén az, hogy föláldozza magát a... Hát mivel párbajról beszélünk, elmondhatjuk a film végét, ez most nem olyan, ugye? Te tudom, utálod, hogyha így elmondják a végét. Tehát az, amikor föláldozza magát a Danilov, a komisszár, azért az olyan kicsit... Olyan kicsit gagyis, de egyébként remek film, remek film. Írjatok nekünk továbbra is a 0629986986-os SMS számunkra. Kaptunk is jó pár SMS-t. Szilvi az úgy látja, hogy éles látó vagyok. Mit szólsz? Na, remek. Hülye gyerek. Na, tessék. Tessék még írni ilyeneket. Kérdezi, hogy a Nincs Bocsánat című film az ott van-e. Nem került föl a listánkra a Nincs Bocsánat című film. És miért film. Nem került föl? Mert szerintem az egyik legjobb western film, amit valaha láttam. Hát mert a végén az nem párbaj. Bemegy a kocsmába és szétlő mindenkit. Igen, igen, még hívhatnánk is annak, de az egy erős jelenet, de nem a párbajtól. Hanem az nem a párbajtól erős. Az én számomra, hanem annak a filmnek a szelleme az, ami erős. Nem a jelenet az, ami ahogyan megöli. Tehát ez nem... Világos, de igazi párbaj nincs is benne. Egy kocsmai lövöldözés van. Igen. Az nem párbaj. Igen. Nem párbaj. Igen. Szerintem a Nevem senkiben is pisztolypárbajnak minősül a pohár ellövős párbaj a kocsmában. Terence Hill. Igen. Hát ez egy vicces paródia, western paródia. A Terence Hill a Mókus nevű visszataszító alak ellen. Uh-huh. Igen. Egyébként azt Sergio Leone írta, de nem ő rendezte. Ja. Matrix, amikor mennek Morpheus kiszabadítani, vagy amikor a végén Neo leszedi az ügynök golyóit a levegőből. Hát a második az párbaj, de amikor mennek a Morpheus kiszabadítani, az nem párbaj. A második az párbaj. A második az párbaj. Így van, és Smith ügynökkel az párbaj. Jó kis darab. Igen. Nem, abból egyébként az a legjobb, amikor már olyan tétován üt, tehát olyan erőtlenül adonászik, és mégse bír vele a igen. Smith ügynök. Meg amikor így, félkézzel, és úgy nézi, hogy most mi van. Szemlélődik. Igen. Hát itt van még egy kedves hallgató, aki megfogalmazza nagyon fontos és végső állítást. Hát igen, minden igazi párbaj szellemi, a többi rossz paprika jancsiság. Hát igen, ezt hívjuk éleslátásnak. Ez jó. Ő éleslátó. Igen, na, a Puzsér nem. Kedves Szilvia. Kedves Szilvi, én az iránt vagyok éleslátó, hogy melyik SMS író az, aki igazán éleslátó, és valóban minden igazi párbaj, szellemi párbaj.
ismertetjük azt a listát, legalábbis a listának a további helyezettjeit, amely a valaha volt 10 legemlékezetesebb pisztolypárbajt tartalmazza, vagy hát lőpárbajt tartalmazza, hiszen itt puskák is bejátszanak a képbe. Ezen a listán a 10. az Egy maréknyi dollárért című filmből a Joe-nak és a Ramonnak a párbaja, a 9. az Összeomlásból a William Fosternek és a Martin Prendergastnak a párbaja, a 8. a Hét mesterlövészből a britnek a nagypofájú revolverhőssel való leszámolása, a 7. az Ellenség a kapuknál című filmből Vasilij Zajcev és König Őrnagy halálos párbaja, és hát innen folytatjuk ezt a bizonyos listát. A toplista mai 6. helyezettje. Jocelyn Beaumont és Rosen párbaja a Profi című filmből. Western párbaj. Igazi Western párbaj, csak a napjaink Párizsában. Hát vagy jó, csak 70-es vagy 80-as évek elejének a Párizsában, de teljesen Western, és kicsit egyébként a Leone párbajokra hajaz. Hát nem is kicsit. Nagyon. Szerinted tudatosan vett át a rendező? Vagy ez egy olyan topos? Itt volt az Ennio Morricone-nak ami... a zenéje, most mit kezdjen ezzel a jelenettel? Hát, igen, valaki már egyszer megcsinálta jól, ebből már maximum valaki egyszer kihozta. Szerintem brilliáns, és az, hogy megjelenik az a hülye virágfutár, és keresi azt a házszámot, és szólongatja őket, és akkor hátrál, és abban a pillanatban, amikor megbotlik. Az a startlövés, az adja ki a jelet, hogy akkor most. Így van. És akkor igen. Hú, de kemény az a jelenet. És a hidegsége a Rosennek, az a kegyetlenség a Rosen szemében, és az, hogy a cselekményhez a Rosennek és a Beaumontnak a párbaja az nem jön. Tehát a Beaumont és a Rosen az nem a cselekményből fakadóan gyűlölik egymást. Pont úgy, ahogyan a Franknek meg a harmonikának a konfliktusa sem következik a Volt egyszer egy vadnyugat című filmből. Az a baj, hogy csak a Volt egyszer egy vadnyugatban a végén kiderül az előtörténet, itt pedig homályba marad. Itt homályba marad, de talán nincs is. Talán nem kifejezhető filmen, nem megmutatható, nem... Tehát itt a lényeg az, hogy megmutassák, hogy... Igen, valami ősi legyen. Gyűlölet van kettőjük között, ellenlábasai egymásnak természettől fogva. Beaumont és Rosen egymásnak rendelte őket a sors. Olyan intimitás van köztük, amilyen a szeretők közt sincs. Na... Egyébként van egy érdekes párhuzam ennek, ugye a virágfutár megbotlásának, az viszont komikus. A kiváló Tarantino filmből, a Ponyvaregényből, amikor visszamegy az apja órájáért, és éppen ott ül a Slozin, könyvet olvasva a John Travolta, és akkor a Bruce Willis meg a farkas szemet néznek, és akkor ahogy a pirítós adja igen, meg, a pirítós kidobja, és az adja meg a jelet is arra. És lelövi a WC-t. Valahol hasonló. Az is hasonló. Nagyon hasonló. A komikus analógiája. A kedves hallgató azt fűzi hozzá a mi 6. helyezésünkhöz, hogy a Profiban két tömény zseni harcát látjuk. És hát nem tudunk vitatkozni, az az igazság. A Rosen zseni? Abszolút. Hát egyébként súlyosabb személyiség mind azok a pojácák, akik abszolút. Ott kergetik az egyetlen komolyan vehető figura, és ezt a Beaumont pontosan tudja. Az egyetlen tudja, komoly ellenfele. És a Beaumont pontosan tudja, hogy az egyetlen ember, akivel komolyan számolnia kell, az a Rosen. Hát mindenki másból simán hülyét csinál, a Rosenből egy pillanatig nem csinál hülyét. A Rosen egy szinten van vele. Nekem az a kedvencem, akit mindig megver. és az lövi le a végét. De most ne figyeljetek, kedves hallgatók, ha nem láttátok a Profit, ez lehetetlen, hogy nem láttátok a Profit, hogy az elnököt, Nzsála elnököt is fárzsal löveti le. Mielőtt hát az megadja neki az esélyt, hogy őt is lelője. Az egy szívógép. Hát igen. A meló az meló. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Volt Kowalski párbaja Monk bandával a Gran Torino című filmnek a végén. Hatalmas jelenet a filmnek a végén. Volt Kowalski, vagyis hát ugye Clint Eastwood. Tűz párbaj, de a szó legszorosabb értelmében. Van tüzetek? Nincsen? Nekem van. És előveszi. És hogyan? Hát, ha nem láttátok a Gran Torinót, akkor itt és most kapcsoljátok ki a rádiót, menjetek le a
TK-ba, kölcsönözzétek ki, és nézzétek meg, mert százszor fontosabb program, mint hogy ezt a műsort hallgassátok. Ezt komolyan mondom. Felejtsétek el ezt az egész hülye listát, menjetek Gran Torinót nézni, de ha meg már láttátok, akkor hadd emlékeztessünk mindnyájatokat arra, hogyan kell egy öngyújtóval egy komplett felfegyverzett bandát legyőzni. Egyetlen öngyújtóval. És morális győzelem. Teljes morális győzelem. Konkrétan hülyét csinál belőlük, és pusztítja el őket úgy, hogy egy magasabb szinten áll igazából, azt lehet mondani, és hogy baromi, minden tekintetben magasabb, intellektuálisan, morálisan. Meg levezekli a koreai mindent, háborús bűnét. Igen, fú. Ez az egyik. Másrészt meg hát baromira szivatós azért ez a film, mert azt hinné az előzmények alapján, meg a Clint Eastwood filmeket ismerve az ember, hogy majd oda megy valami szuperhősként, még öregen is elintézi. Én teljesen azt vártam, hogy valami olyan fegyverrel, hogy mint a régi katona, aki veteránként oda megy és elintézi. Mert ugye van egy ilyen előképe. Lángszóróval, vagy bombával, így vagy van, így van, én ezt vártam. Milyen, hát amikor ott megalázza azt a két néger csávót a izével, ugye? A csajjal ott szórakoznak, és akkor előkapja a Stukkert. És ez alapján én azt vártam, hogy előszed valami öreg izét, szuperfegyvert, és lemegy, és elintéz mindenkit. És elintézhet mindenkit, de hát valami teljesen más módon. Egy pisztolylövés nélkül. Nem, itt az a csodálatos, hogy a Volt Kovalszkinak a kezében az egész film alatt egyetlen egyszer sül el a fegyver, amikor éppen lopják a kocsiját, és így megbotlik, és így esik, és véletlenül elsül a fegyver, és így ellövi valamelyik szerszámát, vagy mit, tehát ilyen, annyira esendő az egész, annyira szerencsét, ehhez az egész öregkorhoz való viszony, akkora méltósággal van megmutatva, és akkora igazságérzettel, meg realitásérzékkel van megmutatva. És a nevét már törve mondják az orvosi rendelőben, mert ő az egyetlen fehér ember. Mr. Kaski, az milyen? Hát az annak hát a világnak idegen lett a saját hazájában. Micsoda duma. Kisebbségi lett. Igen. Szinte hihetetlen, hogy ilyen üzenettel, ekkora igazságérzettel, ennyire aktuális, ennyire keményen globalizációkritikus, és ennyire mélyen morális tartalmakat lehet közvetíteni, amikre a Clint Eastwood képes. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A Varázshegy című filmből a Nafta és a Szettembrini párbaja a negyedik. Na hát itt volt köztünk egy kis vita, ugye? Én nem vettem volna be a listára, mert ez végülis nem megfilmesítették, persze, de egy irodalmi klasszikusnak a filmes adaptációja. Igen, de szerintem kiváló film készült belőle. Ez, mondom, 1981-es film. Geisendörfer, Hans Werner Geisendörfer rendezte film. Ez egy nagyon korrekt film a Thomas Mannnak a regényéből, és az a párbaj, ami a Naftának meg a Settembrininek a részvételével zajlik ebben a regényben és ebben a filmben, az a legemlékezetesebb és a legmeghatározóbb élmény az én számomra személy szerint. Méghozzá lélekvadászokként. Igen, ők mindketten Hans Castorpnak a lelkéért küzdenek. A Nafta az a fasizmus szellemét, a Settembrini pedig a humanizmus szellemét hordozza. És igazából ez Thomas Mann maga Hans Castorp, aki az első világháború idején, meg az első világháborút megelőző években, meg igazából azt lehet mondani, hogy a világháborúk táján ő maga is hajlott a fasizmus iránt, és a fasiszta eszmékre. Hát akkor még mondjuk nem volt fasizmus. Hát a 20-as években, a világháború hát után, Olaszországban volt. Ő már akkor is egy ilyen nagyon-nagyon keményen, konzervatív, militáns rendpárti világot képzelt el. És egy nagyon hosszú folyamat, ami az ő irodalmi működése során nagyon jól dokumentálva lett, az, ami elvezette őt addig a fajta humanizmusig, ami ma már jóformán az ő nevével filmjelzett humanizmus, a Thomas Mann által definiált, és szerintem ebben a párbajban csúcsosodik ez ki. Ugye Nafta folyton folyvást provokálja Settembrinit, és egy olyan helyzetbe hozza, amelyben Settembrini nem térhet ki az ő párbaj kihívása elől. És hát arról van szó, hogy Settembrini és Nafta párbajozni fognak, hát Nafta az agresszor, ő az, aki kihívja Settembrinit, ő az, aki minden áron Settembrininek az életére tör. És hát Settembrini megmondja Castorpnak a párbaj előtti este, hogy ő nem fog rálőni Naftára.
És amikor Settembrini kérdezi, hogy miért, akkor azt mondja, hogy azért, mert, amikor Kasztorp kérdezi, hogy miért, akkor azt mondja, hogy azért, mert humanista vagyok. Mert nem ölök embert, mert ez elvi kérdés. És akkor mondja neki a Kasztorp, hogy akkor meg fogsz halni, akkor meg fognak ölni. És azt mondja, hogy hát akkor majd meg fogok halni, hát akkor ez van. Tehát az elveim sokkal fontosabbak. És ez az én számomra azért a legnagyobb erkölcsi példázat, mert Settembrini nem hívő. Ő nem hisz Istenben. Ő nem üzletet köt Istennel, és mondja azt, hogy én a lelki üdvömért most feláldozom az életemet, és ezért kérem az örök létet a mennyországban. Ő nem hisz Istenben, ő nem hisz a túlvilágban, nem hisz a mennyországban, ő úgy gondolja, hogy a halál után jön a nagy semmi. És ő ennek ellenére ő nem hajlandó ölni, mert az ő számára az elvei, ami mögött nincsen semmiféle fedezet, az többet ér. Mint Camus az orvosa. Sem evilági, sem túlvilági jutalomért ne legyünk jók. Na, csak azért. Ez adja meg a szabadságot. Ugye? Ez egzisztencialista alapállás. Ez a leghatalmasabb erkölcsi magaslat, amit el lehet képzelni, amikor valaki nem hisz Istenben, és Isten nélkül választja az isteni igazságot és az isteni törvényt. Tehát, és ehhez neki Istenre sincs szüksége, mert ő maga beáll a helyére ennek a megüresedett helyi értéknek, és ő maga a gyarló, halandó életével kész arra, hogy Krisztussá váljon. Hát ennél nagyobb, ennél több nincsen. És győz is a párbajban. És hogy nyeri meg a párbajt? Úgyhogy szánt szándékkal mellélő Naftának, és Nafta pedig ebben a helyzetben teljesen meghasonlik, és összeomlik a teljes fasizmus a fejében, és a látva ezt, maga ellen fordítja a fegyverét, és fejbe lövi magát. És így nyeri meg Settembrini ezt a párbajt. De ennél nagyszerű, ennél hatalmas a párbaj. Tökéletes párbaj, abszolút. Nálunk a negyedik. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A tükör előtt zajló párbaj az Allard című filmből. Hát ez a párbaj fantasztikus, amikor Sean Archer és Castor Troy egymással szemben állnak, itt éppen Castor Troyt azt Nicolas Cage, a Sean Archert azt pedig John Travolta alakítja. Ők ugye az ő szerepeik felcserélődnek a filmben. Mert hogy arcot cserélnek. Állnak szemben egy tükörrel mindketten, fal két oldalán, tehát van egy oszlop, és az oszlop két oldalán egy-egy tükör van. És állnak szembe a tükörrel mindketten, és mindketten a saját tükörképükre lőnek. Csak hogy mivel mindössze pár napja viselik azt az arcot, amit viselnek, akit a tükörben látnak, az a halálos ellenségük, akit a legjobban gyűlölnek, és úgy lőnek nem egymásra. Nem azonosulnak a saját ideiglenes arcukkal. Nem saját magukkal azonosak, hanem a másikéval. De a másikat nem látják, hanem magukat látják a tükörben. És amikor mind a kettő a tükörre lő, és a tükör mögött, miközben átlövik a tükröt, a tükör mögötti ellenségüket lövik, aki a saját arcukat viseli, mindeközben, ahogy lőnek egymásra, mind a kettő az ellenségére lő, miközben a tükörképére lő. Hát az a jelenet, az a pillanat, amikor így lőnek egymásra ők ketten, mind a kettő a tükörképére és egymásra a falon keresztül, hát az brilliáns, hát az hatalmas. Hát a John Woo ebben a filmjében szerintem egyébként a legnagyobb szintézisét alkotta meg az összes addigi filmjének. Igen, mert ez parabolikus és filozófikus. Ez mélyen. Ez a jelenet. Ez a jelenet. Ennél nagyobb párbaj jelenetet nehéz elképzelni, de azért nekünk még vannak tippjeink. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A második helyezettünk a Jó, a Rossz és a Csúf című filmből a Szőke, Angyalszem és Tukó párbaja. Hát igen, ez a három szereplős párbaja, amikor hármassá tökéletesedik a kettős, amikor háromszögben állnak, és hát a Szőke az nagyon nagy előnyben van, mert ő egyből X-ről indult. Tehát ha esetleg úgy alakulna ez a párbaj, hogy a Szőkét lövik le, a kőre akkor sincs írva semmi. Tehát ők akkor se találnak semmit. És teljesen jogos, hiszen a síron sincsen semmi egyrészt. Nekem nagyon tetszik. Az mekkora húzás, meg az milyen, hogy ő már az éjszaka kiszedte a tukó fegyveréből a töltényeket, ezért neki csak angyal szemre kell figyelni, míg a másik kettő, itt mindenki két különböző emberrel párbajozik. Szőke viszont csak angyal szemmel párban, ez akkor előny, amivel élni tud. Mert ő pontosan tudja, hogy a tukónak a fegyverében nincsenek töltények, és ráadásul ő közben mindkettőjüket figyeli, vagy legalábbis úgy csinál, mintha mindkettőjükre figyelne, pont azért, hogy megtévessze hát őket. Ez a mexikói hármas. Egyébként ugye hát ezt aztán Tarantino is beveszi a Becstelen Brigantikba ott az asztalnál. A gestapós tiszt, meg az angol ügynök, meg a szökött fegyenc, vagy nem fegyenc.
kedvenc katona. Kétfajta ember van a világon, kedves barátom. Az egyik az, akinek töltött fegyvere van. A másik pedig ás. Te ásol. A csúcsok csúcsa. A mai number one. Hát nem lehet más, mint a Volt egyszer egy vadnyugat című filmből, a Franknek meg a harmonikának a párbaja. Igazából ez az a párbaj, aminek a non plus ultráját mi magunk nem találjuk. Ezen a filmen kívül nincs olyan, ami versenghet, vagy egyáltalán felmerülhet az első helyen. És kaptunk is egy SMS-t. Necces írja nekünk. Skacok, ha a pisztolypárbajok közül nem a Volt egyszer egy vadnyugat Frank és harmonika végső elementáris küzdelme nyer, én tuti lerohanok az utcára, letolom a gatyámat és az égbe kiáltom. Igen, lúzer vagyok. Hely. Olyan a Frank benne, mint egy nagy macska. Tehát ilyen fekete párduc. Tehát úgy olyan puhán lépdel, és olyan ragadozó, egyébként állati jó, amikor a pisztolyát nem tudja eltenni. Ez nagyon-nagyon finom kis jelenet. Impotencia. Igen, van egy ilyen... Már nem tudja bedugni a lyukba. Nem tudja, már nem talál be. Már nincs a helyzet magaslatán a csávú. Na egyébként az valóban egy tragikus jelenet, tehát hiába egy aljas szemét gazember tömeggyilkos, tehát az, hogy a pisztolyát így már nem tudja betenni, és akkor az ott elcsúszik, az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon megrendítő kis jelenetecske. Kérdezi a kedves hallgató, ha a tökéletes és a legnagyobb, mint majdnem mindegyik, akkor miért nem a negyedik az első, mármint a Varázshegy? Azért, mert a Varázshegy az intellektuálisan és morálisan a tökéletes párbaj, de itt ezek filmes párbajok, és a film azért számos más eszközzel is bír. Hát a zene, a kép, mint fotó, ezeknek az összhatása. Most taglaljuk éppen egyébként a Volt egyszer egy vadnyugatnak a párbaját, ugye, igen, hogy milyen szép. Igen, igen. Hát ahogyan a fehér képe, és a fekete nincs. Világos, sötét, saktábla-szerű, ugye, a fatönk meg a kabát. A fehér fatönk és a fekete kabát a térben is, ahogyan megvan az egész képileg komponálva is a Morricone-nak a zenéjével, tehát hogy ez az emléképekkel, azért, igen, ahogy igen, meghal, hát ez teljesen tökéletes. És ahogyan a szájába belerakja a harmonikát, mielőtt megdöglik. És a szemében látszik, hogy azzal a képpel hal meg. Egyébként szerintem minden kockája teljesen kidolgozott. Jó, hát az maga a tökéletesség. Az igazi párbaj Tomóceusz Katatiki, avagy Gyugyú írja nekünk MS. Hát az na, intellektuális párbaj, persze. Hát ez volt a mai bár adás. Mint az ötödik pecsét, igen, ugye? Tehát nem, igen, maga a zsarnok és a... Bár... Na bizonyos jó értelemben. Igen, 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 igen. Mert a végső számvetés, tehát hogy végül is kinyeri a párbajt, az majd a túlvilágon dől el. Így van. Szóval ez volt az az adás, ahol a top 10 kartpárbaj mellett a top 10 tűzpárbaj listáját is ismertettük veletek ezen a listán. A 10. helyezett az Egy maréknyi dollárért című filmből Joe és Ramon párbaja, a 9. az Összeomlásból William Foster és Martin Prendergast párbaja, a 8. helyezett a Hét mesterlövész című filmből Brit a nagypofájú revolver hős ellen, a 7. pedig az Ellenség a kapuknál című filmből a Vasily Zajcevnek és a König őrnagynak a hatalmas és grandiózus összecsapása, a 6. a Profiból Bomón és Rosen párbaja, az 5. a Gran Torinóból Volt Kovalszki, ahogy leszámol a Hmong bandával, azzal a söpredék bandával, amelyik a saját rokonait is erőszakolja, aztán a 4. a Varázshegyből Naftának és Settembrininek a morális párbaja, és hát a valós párbaja. Aztán a 3. az Állarc című filmből Sean Archer és Castor Troy a tükör előtt. A 2. a Jó, a rossz és a csúf című filmből a Szőke, Angyalszem és Tukó 3-asa. És hát az 1. Frank és harmonika a Volt egyszer egy vadnyugatból. Hát itt is Sergio Leone-nak kell elsősorban felülreprezentált. Igen, neki kell megköszönnünk, hogy a lista létrejöhetett. Önélkül ez a lista nem lenne ugyanaz. Nektek pedig a figyelmet kell megköszönnünk. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét itt a következő egy óra során zenét, azt követően pedig mindent, amit a 98.6-os frekvencia kínálni tud nektek. Mi egy hét múlva, de hogy is 6 nap múlva, vagyis jövő hét szombaton 3-tól 5-ig. Szokásunk szerint itt leszünk veletek. Sziasztok! Sziasztok!